Teljesen megtelt a 60-i sportcsarnok, ugyanis szalagavató ünnepséget tartottak a 60-i Bajza József gimnázium végzős diákjainak. A program elején a 12-es évfolyamok ünnepélyesen felvonultak a színpadra. A köszöntők és műsorok előtt az izgalom tapasztalható volt a fiatalok körében, hiszen már nagyon várták, hogy felkerüljön rájuk a szalag. Darabos Lili elmondta, hogy örömmel gondol a bajzás éveire. Sok élményt és tapasztalatot szerzett az intézményben. Sokfajta érzelem kavarog bennem. Egyrészt, ahogy ránézek az évfolyam társaimra, és elgondolkodom, hogy 9-ben mindenki mennyire más volt, és milyen jó őket látni így, hogy mindenki halad a saját célja felé, és nagyon hiányozni fognak. Kovács Abigél sok barátságot kötött az iskolában. A végzős tanuló kiemelte, nagyon fognak neki hiányozni az angol órák, ahol mély és informatív beszélgetések alakultak ki az osztály és a tanítók között. A tanárom az nagyon sok mindenre megtanított minket, és ő is elmondta az ő szemléleteit így a világ dolgairól, nagyon sok fontos témáról, kérdésekről beszélgettünk. Amivel én gyarapodtam a 4 év alatt, az mindenképp a nyelvtudás és a nyelv iránti szeretet. Szóval későbbiekben is, hogyha van lehetőségem, akkor szeretnék ebben dolgozni, vagy pedig világot látni. Már hagyomány az iskolában, hogy az osztályok saját jelmondatot választanak maguknak, melyet a ceremónián díszes táblákon olvashattak az emberek. A bölcseletek szalagjait az iskola zászlajára is kitűzték. Az intézetek a felnőtt élethez kapcsolódó célokról, motivációkról szóltak. Felkötjük szalagunkat iskolánk zászlajára. Őrizze osztályunk emlékét. Jelmondatunk, milyen szép, ha minden tengerhez, mely ránk vár, van egy folyó a számunkra. A végzősek az iskola vezetőségének és pedagógusainak is megköszönték az elmúlt 4 év fáradhatatlan munkáját, mely alatt belőlük fiatal felnőttek váltak. Köszönjük Önöknek, hogy lehetővé teszik iskolánk előrehaladását, gyarapodását és segítik iskolánk fejlődését. A rendezvény egyik legfontosabb része, a szalagok feltűzése csak ezután következett. Az osztályfőnökök tüntették ki minden egyes végzős növendéküket. A feltűzött szalagok a felnőtté válás folyamatát és egy korszak lezárását szimbolizálják. Deák Andrea, az intézmény igazgatója beszédében útravalóul felhívta a diákok figyelmét, hogy bízzanak magukban, valamint őrizzék és ápolják tehetségüket. Mi, az utatokon benneteket kísérő és segítő pedagógusok tudjuk, hogy kellő akaraterővel és szorgalommal eléritek majd a sikert. A kiteljesedéshez vezető úton szinte a legfontosabb szerep szüleiteké, nagyszüleiteké. Ők azok, akik születésetek percétől kezdve a kezeteket fogják, akik soha nem fogják feladni a bennetek rejlő erőbe vetett hitet, akiknek szeretete egy életen át, sőt, még sokkal tovább is elkísér. A mai nap kiváló alkalom arra, hogy mindezért köszönetet mondjatok nekik. Higgyetek bennük, és higgyetek magatokban. Mi, tanáraitok pedig szívből reméljük, hogy megtaláljátok az utat egy szeretetteljes, sikeres élethez. Az ünnepi pillanatok az est hátra levő részében is folytatódtak. Az eseményen a tanulók műsorral is készültek a végzősöknek. Az emlékek felidézése mellett zenés produkcióval is kedveskedtek számukra. A szalagavató a hagyományokhoz hűen a végzősök táncával ért véget, amelyre a diákok az előző hónapokban rengeteget készültek. Minden osztály más és más koreográfiával állt a színpadra.